Rekontra. A Rekontra vendége pedig Sering Gábor, az Együtt PM elnökségi tagja. Kérdezőtársaim Szajlai Csaba, Magyar Hírlap. Jó reggelt. És Szalai Tamás, Népszabadság. Jó reggelt. Reggelt kívánok mindenkinek. Közös kormányváltó kitelepülés volt Várpalotán tegnap. Hogyan fogadták önöket? Nagyon jó. Elképesztő tömeg volt. Az eső ellenére nagyon sokan jöttek el, és rögtön meg is ragadtam az alkalmat, hogy vitára hívtam Kontrát Károlyt, aki az elmúlt 4 évben egyetlen egy felszólást nem tett, ami vagy Várpalotát, akár egész Veszprém megyét érinteni, most mégis a Veszprém megyeiek bizalmát kéri. Szerintem ez elfogadhatatlan, mint ahogy az is elfogadhatatlan, hogy végig asszisztált a Kontrát Károly az elmúlt 4 évben azt a rombolást, ami várpalotaiakat, balatonfüredélyeket súlyosan érinti. Kezdhetném az egy kulcsos adó megszavazásával, amivel egyébként Kontrát Károly saját maga is jóját több mint 160 ezer forinttal többet keresett ennek köszönhetően. Folytathatnám a szolgálati nyugdíjak elvételével, ami Várpalota környékén ugye nagyon sok ember érintett ez a probléma. Hosszasan sorolhatnám, nem érzem úgy, hogy Kontrát Károlynak méltó lenne arra, hogy a szavazók bizalmából újrászhasson a következő országgyűlésen. Ha már a Veszprém megyei kettes körzetről beszélünk, én azt olvastam önnel kapcsolatban a fórumozók, hogy azzal támadják, hogy ennek nincsen helyi kötődése, mert ön egy budapesti fiatalember. Mit tud ígérni mégis a helyieknek? Mi az, amivel meg tudja őket győzni, hogy önre szavazzanak majd? Először is nem igaz, hogy nincs helyi kötődésem. Azt mondtam, hogy ezzel támadják. Igen, jó, több helyi kötődésem van egyébként, mint Kontrát Károlynak. Nekem van egy telkem, egy átépítés alatt álló háza a Balatonalmádiban most már évtizedek óta. Sajnos nemrég most már ez a nevemre is került, mert megörököltem. Jelenleg is Almádiban, illetve Budapesten élek, megosztva úgy fél-fél időben. Úgyhogy mindenképpen van egy ilyen helyzeti előnyöm. Számos elem van a térségben, amivel foglalkozni kell. A már említett szolgálati nyugdíjak, nyugdíjak kérdését kiemelten kezelem. Az oktatás kérdése szintén borzasztóan fontos, az Almári gimnázium esete állatorvosilóként mutatja azt a rombolást, amit a Fidesz a közoktatásban végrehajtott. És mi ezt a gazdasági állapotta egyébként abban valószínűleg egyetértek az asztalnál lévőknél, hogy van még mit fejlődni, de ott, mintha egyébként hiányos volna az önök kívánságlistája. Hát én ezt egyáltalán nem érzem így, ha valakinek itt és komoly problémái vannak program szinten, az a kormány, és hát az elmúlt 4 évvel kapcsolatban is szintén a kormány. Kontrát Károly és a kormány oldal azon kívül, hogy próbálja megetetni a népet a rezsihazugsággal, és azzal a hazugsággal, hogy az ország jobban teljesít, más üzenete nincsen az embereknek. Ezzel szemben úgy tűnik, mintha Kontrát Károlyt azonosítaná a Fidesz-szel. Hát helyben, ő a Fidesz képviselőjelöltje. Mindeközben Kontrát Károlyról beszél, mindeközben országos dolgokat próbál átvinni. Nagyon fontos, hogy a Fidesz helyben, azt hiszem, hogy ez természetes ebben az esetben. Hát, szeretném, hogyha egy vitában egyébként megvédeni majd a... Képviselő azt mondta egyébként a választások kapcsolatban, idézek öntől, hogy ha országosan 50-50 eredmény születik, akkor megfordítható az egyébként jobbos veszprémi körzet is. Ebben a pillanatban a kutatásokat nézzük, akkor nincsen ország, mert kormányváltó hangot az ország. Hát ha a kutatásokat nézzük, de a kutatásokat is lehet különbözőképpen nézni, hogyha azt a kérdést tesszük fel az embereknek, hogy elégedettek a kormány teljesítményével, akkor még a fideszesek körében is nagyon sokan vannak, akik elégedetlenek, és egyértelműen többségben vannak azok, akik kormányt szeretnének váltani, és nagyon-nagyon sokan mondják személyesen azt, hogy egyszerűen félnek felvállalni a véleményüket, tehát ilyen értelemben szerintem a Magyarországon hát feltételes módban kell kezelni a közvéleménykutatásra. De az látja egyébként, hogy nem elsősorban önök felé billen a mérleg, sőt, amióta az összefogás létrejött, azóta, mint hogyha gyengült volna a pozíciójuk. Időközi választásoknál azért érződik, hogy szűkül az pontosan, de... tehát egyrészt ugye itt vannak az időközi eredmények, ami egyértelmű javulást mutatnak, de ami talán még fontosabb ennél, azok a tapasztalatok. Én rengeteget dolgoztam Veszprém megyében, és fogok is most az elkövetkezendő időszakban, és hát hogyha bizalmat kapok, akkor azt követően is, és nekem nagyon eltérők a tapasztalataim. Tehát olyan településeken is, amelyek nem, hát finoman fogalmazva, nem baloldali fellegvárok hírében állnak, nagyon sokan vállalják fel, hogy elegük van a Fidesz rombolásával. A kis településeken is, ugye nagyon sokan elégedetlenek, egy apró példát, hogy bedobjak, ugye nagyobb településeknél átvállalták az államadóságot, a kis falvaknál sok esetben ez azt jelentette, hogy ők felelősen gazdálkodtak, mégsem kaptak semmit. Ez megint egy olyan dolog, ami a valami. Mellesleg egyébként minapját a Várpalotán és csinos település, nem a fórumot idézem, de ha már Veszprém megye, ott érintettek erőteljesen a zsebszerződések ügyében is, ugye az agrár tárca vezetője Fazekas Sándor azt ígérte, hogy négy nyugat Magyarországon mennyiben így Veszprémben is foglalkozik ezzel a témával, szerepel ez az önök összeállításában vagy sem? Hát az, hogy fordulatra van szükség a mezőgazdaságban, ez mindenképpen szerepel, mint ahogy az is, hogy egyértelműen a kis és közepes birtokos tulajdonosokat kell támogatni, szemben azzal, amit a kormány művel.
Az én Westream 2-es választókerületem ez nagyon közel van Lepsény, ami arról vált híressé, hogy a helyi gazdák kifejezetten elhitték a kormány ígéretét, hogy majd ők földhöz juthatnak, ehhez képest, hogy nem, ott is Orbán Viktor legszűkebb havari köre tudott tarolni a földeken. Tehát azt látjuk, hogy egészen közel a Veszprém megyéhez is szintén nagyon-nagyon súlyos problémák. A súlyos kijelentések egyébként tudják bizonyítani. Ezek Ányán József jelentéséből származnak. Mert azért nem egy hivatalos dokumentum, azért lássuk be. Hát hivatalos adatokat... Fideszes volt államtitkárról beszélünk, csak hogy legyen világos. Jó, de hát azért az összegyűjtés, egy a mentővétel alapja azért... Egy olyan emberről beszélünk, aki mélyen belelátott a folyamatokba, és akinek azt gondolom, hogy megint csak baloldali elköteleződéssel nehéz lenne vádolni. Én azt gondolom, hogy egy elég alapos munkát végzett ezzel a jelentéssel kapcsolatban, és számos esetben bebizonyosodott, hogy ezzel kapcsolatban igaza. Hogyan képzelik ezt? Ugye tegnap itt volt nálunk az LMP elnöke, és azt mondta, hogy új földöztást akarnak. Egyetértenek ezzel? Hát, hosszú távon nyilvánvalóan az a cél, hogy Magyarországon megerősödjenek azok a kis és közepes gazdaságok, amelyeknek egyébként Nyugat-Európában versenyképesek. Ez nem jelenti azt, hogy fel kell számolni a nagy üzemi mezőgazdaságot. Sok területén az országnak erre is nagyon nagy szükség van. Amit én kiemelnék még ezzel kapcsolatban, az a szövetkezés és a szövetkezéseknek a támogatása, termelési, értékesítési szövetkezetek, illetve az, hogy ne csak megtermeljék úgymond az élelmiszert, hanem azt fel is tudják dolgozni, tehát sajtot készíteni helyben, bort készíteni helyben, és minél inkább a helyi piacra termelni. Jártam több olyan kis faluban, Küngösön, ahol egyébként vannak erre jó példák is, tehát van miből tanulni, és ezeket a példákat kell tudni megerősíteni. Ha már képviselőről, akkor kérdezik, hogy teljesen más témakörben tekintetlen, hogy mégis Ukrajna van most fókuszban, és Zsigú Róbert arra kérte a Fidesz képviseletében a politikai erőket, a parlamenti pártokat, hogy ne tegyék kampány témává Ukrajna kérdését. Ismertek a legfrissebb szituációbeli helyzetről szóló tudósítások, mi most az önök álláspontja? Pedig arra szeretném kérni Zsigó Róbertet és az Orbán Viktor vezette kormányt, hogy egy felelős európai és demokrata kormányhoz méltó foglaljon állást ebben a kérdésben. Ez nagyon-nagyon súlyosan érti az ország, érinti Magyarországot, súlyosan érinti az egész európai közösséget, Ukrajnáról és az Ukrajnában élő magyarokról nem is beszélve. Ebben a tekintetben világos állásfoglalásra lenne szükség, mint ahogy a csehek egyébként világosan állásfoglaltak ezzel kapcsolatban, és kijelentették, hogy köszönjük szépen, innentől kezdve nem kérnek az orosz atomerőmű fejlesztésből, egy agresszortól nem kívánnak fejlesztéseket. Tegyük hozzá képviselő, hogy a csehek mérjékét versenytárgyalás során választanak. Hát ezt is tegyük hozzá, mert szintén esetleg. Jávor, csak meg kevés ez időn, bocsásson meg, Jávor Benedek azt mondta egy interjúban, hogy ha kormányváltásra került sorokra a paksi szerződés, a paksi beruházás, ezt föl kell majd mondani valamilyen módon. Milyen módon lehet ezt fölmondani, és a gazdasági szakember mennyivel fog ezt kerülni a fölmondjuk? Hát ehhez megéri ezt fölmondani? Mindenképpen megéri, ugye egyelőre még nem indult el a fejlesztés, a beruházás. Az az opció, amit egyébként Illés Zoltán mondott, hogy majd maximum megépítjük és nem vezük üzembe, az a legrosszabb. Mindenképpen meg kell állítani ezt a szerződést, meg kell állítani ezt a fejlesztést, mert ez súlyos milliókba kerül minden magyar családnak. 1 millió forintnyi devizaadósságot vett fel Orbán Viktor minden egyes magyar család nevében. Ez a 3000 milliárd forint családokra levetítve, ez jelenlegi formájában teljesen egyértelműen nem éri de meg. De mint gazdasági szakember rendig azt mondja egyébként, hogy a hitelszerződés, ami egyébként szóban forog itt Paks kapcsán, ott a kamatkondíciók nagyon jól alakulnak, ismerve mondjuk a magyar államnak a kölcsönre kapott hiteleit? Talán nem igaztal, mert beszélünk egyrészt 3000 milliárd forintról, ami az alapberuházási költség, amit felveszünk Oroszországtól, emellé jön 750 milliárd forint őrész, erre jönnek a kamatok, ez önmagában csak 6000 milliárd forint, akkor arról nem beszéltem, hogy 20 évig őrzik a kiégett fűtőelemeket, utána ezeket visszaszállítják majd Magyarországra, újabb 1000 milliárd forint, a Dunára építendő vízlépcsőnek a költségét, akkor ugye Duzesztónak a költségét, akkor szintén nem számoltam rá, jóval 6000 milliárd forint felett vagyunk. Egy ekkora beruházásról az emberek megkérdezése nélkül maradjunk annyi, hogy nem lehet meg dönteni, hogy a Fidesz 300 forintos vízidíjról képes volt tenni. Meg tudja azt önmagyarázni, hogy miért kellett ezt most ilyen gyorsan eldönteni? Hát miért most a választások előtt pár héttel kellett ezt végig? Hát ez sajnos Orbán Viktortól kellene megkérdezni. Én attól félek egyébként, hogy ebből Orbán Viktornak a haverjai megint csak nagyon-nagyon jól fognak járni, mint ahogy azt látjuk, hogy a közgép most már több jóval 400 milliárd, milliárd forintnyi megrendeléshez jutott. Én nagyon félek attól, hogy ezzel senki más nem fog jól járni, csak Oroszország és Orbán Viktor üzlettársai. Na most azért arról van szó, hogy ha már itt tartunk, hogy azért az, ami Pakson előállítódik, energia, az 11 forint 50 fillérbe kerül, ellentétben például a 16 forintos szénből előállított energiával, vagy a 33 forintos gázból előállított. Igen, és
hogyha ugyanúgy beleszámoljuk azt, hogy a beruházás költségeit már letermelte egy szélerőmű, akkor ennél jóval olcsóbb állítja, mint a Paksi erőmű. És Fó Nagy János volt az, aki elismerte, hogy a Paksi beruházás költségét be kell építeni az áram árába. Ahhoz, hogy nullszaladósra kijöjjön, független szakértők számításai szerint duplájára kell emelni a szabadpiaci áram árához képest az áram árát. Ez azt jelenti, hogy egy 100%-os rezsiemelés, hogyha egy az egybe beépítjük az áram árába. Tehát ez egy nagyon-nagyon hát durva. Ezt önök mondják, a kormány pedig azt mondja, hogy hát ez ugyanolyan olcsó lesz az áramség. Igen, csak amire én hivatkozok, azok nyilvános független szakértői becslések, amire a kormány hivatkozok, ezek pedig 10 éve titkosított számítások, egyébként nagy valószínűséggel hamis számítások, mert nem léteznek olyan piaci és szakértői becslések, mivel az jön neki, hogy ez a beruházás ebben a formában megjön. Minden programpontban egyetért az összefogás? Azokban a programpontokban, amire ez az összefogás létrejött, a leghatározottabban egyetértünk, helyre kell állítani Magyarországon azt a szabad köztársaságot, amiben mindannyian vehetünk majd. Tehát kormányváltásban gondolkodnak. Kormányváltásban és egy új Magyarország felépítésében, egy szabad, szolidáris, igazságos Magyarországon, ahol minden ember lépett erőre, függetlenül attól, hogy hova született és milyen a bőre szület. Képviselő úr, kollégák, köszönöm szépen, következik a híradó.